Galgahévíz főútján nem mindennapi múltidéző tájház került átadásra. Az 1926-ban épült házat az önkormányzat megvásárolta és közhasznú munka keretében újjáépítette. A település lakói fáradtságot nem kímélve gyűjtötték össze az emléktárgyakat, így módon tisztelegve a régi idők hagyományainak. Az ünnepélyes megnyitó keretében a Galgahévízi Hagyományőrző Együttes húsvéti műsorral kedveskedett a megjelent látogatóknak. A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. E napon ünnepli Krisztus feltámadását. Véget ér a nagybőjt, a hústól való tartózkodás. Innen származik az ünnep elnevezése is. A tavaszi természet megújhodása az embert is környezete megtisztítására készteti. A templomban legszebb, az ünnepnek megfelelő viseletükben megy. A falu apraja, nagyja. A tavasz termékenységi ritusokhoz kötődő karikázó. Főleg a bőti időszak és a mulatság nélküli ünnepnapok tánca volt. Nem a táncnak volt igazán főszerepe, hanem a közösen, zártan együtt énekel dalok szövegének. A lányok felső öltözékeiket levetették, úgy várták a locsolókat. A víz tisztító, termékenység varázsló erejébe vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak is. Azt gondozza, azt öntözi, a jó teremtő. Vizet öntök a fejére, álljon áldás a kezére. Az Istentől kérem, piros tejása vérem. Szabad elocsolni. Szabad! Egy gondolat bánt engemet. Elfelejtettem a versemet. Gyere öreg, neked már sok volt a málna. Elég volt már, elég volt már. Szépen kérem az anyját, de még szebben az apját. Adj elő a lányát, hagyd locsolom a haját. Hagyd nőjön nagyra, mint a csikó farka. De még annál is nagyobbra, mint a Duna hossza. Szabad elocsolni! Yeah.
A gyűjtemény létrehozásának célja az volt, hogy elődeink életmódjával ismerkedjenek meg a mai fiatalok és a jövő nemzedékei is, régi gazdasági eszközein, dísztárgyaikon, valamint viseletükön keresztül. Az elkészült tájház történetét Vanó András polgármester ismertette a megjelent közönséggel. Elmondanám a házról, hogy 1926-ban építette ifjó Bankó János. Amikor azonban Miklós fia megnősült, idehozta menyecskének Szűcs Ilonát, hamarosan fiatalon el is ment. Meghalt fiúk szintén Miklós ugyancsak fiatalon, 21 évesen. Az özvegy férhez ment Szabó Andráshoz, akit falunkban Máté ragadvány nével különböztettek meg a falu többi szabójától. Ők életük végéig a házban laktak. Az ő házasságukból született Mária, Piroska és Sándor, aki kádármesterséget tanult Pivonkától. Tudjuk, hogy most megnyitott tájházban megtekinthető tárgyak nem a pénzbeli értékük miatt fontosak, hanem elsősorban azért, mert kötődünk hozzájuk. Kulturális értelemben táplálkozunk belőlük, ezek az emlékek tesznek minket azokká, akik vagyunk. Galgamentiekké, galgahévíziekké. A valódi örökség tehát nem megfogható. Sőt, a valódi örökséget megnyitni, átadni sem lehet. Ápolni, példamutatással továbbítani és dicsérni. Lehet és kell. Valódi érték a közösség által születik. Olyan munka révén, amit a részvevő közösségen végeznek, ki a maga képességei szerint. Ezt a tájházat a megvásárlás után a közösség közhasznú munkaprogram keretébe kezdték el újjáépíteni, a település lakói, aki tudott, adott hozzá valamit. Apránként újult meg előttünk a múlt, de mára elkészült. Ez a tájház nem egy múzeum, nem egy mesterséges kiállítótér, hanem a múlt folytonosságának jelképe. Emlékeztet minket arra, hogy nagyszüleink, dédszüleink élete, életmódja itt és most folytatódik. Hogy mi vagyunk azok, akik összetartó közösségként képesek vagyunk megőrizni és ápolni ezeket a fontos emlékeket. Ha körbenézünk a jellegzetes stílusú Vertfalu házban és az udvarán, látjuk a térségre jellemző motívumok emlékeit. Nagyot léptünk előre, és még sok munka vár ránk. A ház már készen, a szobákban bemutatásra kerülnek a használati tárgyak, viseletek. De folytatjuk, hiszen hol van még a sok gazdasági eszköz, melyet nap mint nap használtak a megélhetésük biztosításának céljából. Arra kérem önöket, legyenek büszkék a Vertfalakra. Legyenek büszkék erre a tájházra, melyet közös erőfeszítésünk eredményeként hoztunk létre, hiszen az önök segítsége nélkül nem sikerülhetett volna. Ez a parasztház volt szülő otthona Kristóf Pálné Szabó Piroskának, aki megindultan emlékszik vissza, ott töltött gyermekkorára, emlékeire. Ebbe a házba dolgozott cipészként édesapám, a varrónőként édesanyám, így szolgálták a közösséget és a falut. És én testvéreimmel vidám gyermekkorunkat itt éltük, és itt születtünk. Nekünk mindez a múlté. Hálás vagyok, hogy hisz múzeumként és faluházként ez a szép emlék ehhez a házhoz fűződik. Már nem csak nekem emlék, hanem az ide látogatóknak is az lesz. Így örökre jelen és a jövő részévé válik. A megnyitón színpadra léptek Bence Mátyás és zenésztársainak tanítványai, a Kis Galga zenekar. A már kora hajnaltól a falut járó locsolkodók apraja nagyja is ellátogatott a megnyitóra.
temettem, tarisznya húzza a vállam, térdig kapott már a lábam, bejártam a félvilágot, láttam sok-sok szép virágot. De a legszebbre most találtam, hogy öntözzem, alig vártam, szabad a locsolni. Ezt követően a Tarsoly zenekar közel 50 perces Mindenkié című lemezének bemutatója volt hallható és látható. A műsorok után a látogatók megtekintették a berendezett tájházat, aminek kialakításáról és a benne található autentikus tárgyakról Vanó András polgármester mesél. Galgaévisz főutcájába található a tájház. Ez egy régi parasztház. Hál' Istennek tudtunk még találni egy ilyen autentikus régi parasztházat, amit sikerült is az önkormányzatnak megvásárolnia. A Galga mentére jellemző három helységes épület. Nyilvánvalóan van egy tiszta szoba, amit régen ugye nem használtak, esetleg az ifjú házasok mehettek oda, amikor megvolt az esküvő. Középen teljeszkedik el a konyha, és van egy hátsó helyiség, ahol igazándiból használták, és ott élték le az életüket. Majd van a gang, amit végigvezet a Galga mente mellett, a három szoba mellett, és van, ahol van egy kamrahelység még, ami hozzá csatlakozik. Ez egy ilyen gazdasági rész volt nekik, volt, ahol állatokat is tartottak benne, de nyilvánvalóan egy gazdag a portánál már rendelkeztek egy keresztfészerrel, listálóval és minden, ez még innen hiányzik. Ez olyannyira volt autentikus, hogy ennek még földpadlója volt, és ezt még az idei évtől visszaszámított 6 év elteltével laktak. Tehát teljesen autentikusnak mondhatnánk. Mi azon javítottunk, és nyilvánvalóan a földréteget kivéve egy teljesen használható padozatot hoztunk létre, és próbáljuk továbbra is olyan autentikusnak mutatni, mint amilyen autentikus volt. Nagyon sok munka volt vele, falakat és egyéb dolgokat át kellett pucolni. Hiányzik belőle egy kemence, amit a későbbiek folyamán próbálunk majd megoldani. Ez egy nagyon picike kis parasztház, és így a konyhája is kicsi. Tehát volt egy füstölő konyhája, oda nem tudjuk betenni a kemencét, megpróbáljuk majd a hátsó szobából kiirányítani ezt, hogy egy főző és kemence része is legyen a tájháznak. A tiszta szoba az két ágyból, két vetett ágyból áll, sikerült teljesen színzett, rózsaszín és kék ágyhúzatos vetett ágyat létrehoznunk. Azon kívül megvannak az autentikus szentképek, megvan az aratókoszorú, és megvan a sublót, és megvan a láda, és minden egyéb, ami egy tiszta szobához tartozott. A konyhába megvan a masinánk, és minden egyéb, amit a napokban használni szoktak, azokban a napokban használtak, és a hátsó szobába betettük a szövőszéket egy vetett ágyjal, ahol az életüket élték, ott aludtak. Tehát igazándiból azt mondhatjuk, hogy mindenünk megvan, ami a régi galgahévízi embereknek a tulajdonában volt, mint használati tárgy.